azt mondják, megnyertük. Most ez van. Nincsen baj. Unatkozunk. Hát, lehet, hogy már tavaly is unatkoztunk. Túl jók vagyunk a műhelyben, az a baj. Több nem jut eszembe most, mert fáradt vagyok. A szerelők jobb hiány plunking volnak a kocsi, mert nagyon más dolguk nem akadt. Most sem. Tavaly sem nagyon csináltak semmit, de most sem nagyon. Mi meg eszünk a karcsival. És néha vezet, én meg üvöltözök vele. Ennyi. Így néz ki a dolog. Fantasztikus lett a hétvége, megnyertük a versenyt, ettől jobb, mi lehet? Mennyire volt nehéz? Hát a tegnap délután nagyon nehéz lett a pálya, mert leesett az eső és nagyon-nagyon csúszósá vált ezáltal. Nagyon sokat kellett dolgozni rajta, hogy fennmaradjunk az úton, nem mindig sikerült. Volt egy kis kalandotok? Na igen, volt egy kis itiner hiba, elfelejtettek egy borzasztó nagy gödröt beírni, és ott nem sokkal múlt, hogy át nem fordultunk így hosszába egy ilyen 130-140-es tempónál eltaláltunk egy gödröt, és úgy felállt a kocsi az orrára, hogy leszakadt az elején neki, szó szerint a lökhárító, a haspáncél az elejéről, az elhagytuk. De mire megijedhettünk volna, addigra már egy 500 méter odébb voltunk. Idén milyen fejlesztéseket csináltatok eddig az autón? Hát igazán, de volt, csak a motorjával foglalkoztunk lényegesen, hogy elvettek a szűkítőnkből, hogy ne legyen gyengébb a motor. Hát szerencsére sikerült, mert úgy tűnik, hogy elég erős lett a motor, mert mindenkit megvertünk, nem csak a csúszóson, hanem a szárazon is. Ugye már pénteken meglepően nagy különbséggel mentünk a versenytársakhoz képest. T1-1-3 kategória győztese, Fazekas Károly és Hon Albert. És végül az abszolút értékelés győztese, Fazekas Károly és Hon Albert.